Sziasztok! A közösségi médiában gyakorta találkozhatunk hozzászólásokkal, ahol a felhasználók elmondhatják véleményüket, gondolataikat egy-egy témával kapcsolatban, így például az LMBT közösséggel kapcsolatban is. Ugyanakkor ezekben a hozzászólásokban gyakran van a sztereotípia, előítélet, amire nem érkezik érdemi válasz. Ezért most azért hívtam meg három jeles aktivistát, hogy segítsen megválaszolni ezeket a kérdéseket, segítsen leküzdeni ezeket az előítéleteket. Pedofília az egy olyan dolog, hogy egy felnőtt ember szexuális kapcsolatot létesít, megerőszakol egy gyereket, a gyerek nem tud ebbe a szexuális kapcsolatba beleegyezni, tehát ez nem szex, hanem nem erőszak. Az, hogy két buzi összejön, két felnőtt ember azt mondja, hogy igen, szeretjük egymást és lefekszünk, vagy akármit csinálunk az ágyban meg a zuhany alatt, az kurvára más. Hogy egy bűncselekményt hasonlítunk két ember szerelméhez, az egy nagyon káros, és ezért egy jó taktika, egy ilyen kommentben, egy ilyen sértő kommentben, de azt gondolom, hogy soha nem lesz egy ilyen fajta bűncselekmény normalizálva, és ez senkinek nem célja. Másrészt, hogyha pedofilt mondanak, sokszor csak a melegekre gondolnak, mert a heterók száma, sokkal több hetero pedofil van, már statisztikailag is, mint ahogy általában a hetero ember is több van, mint ahány meleg. A saját szintjén oktatjuk az adott, nem tudom, embert, akkor mindenkinek lehet beszélni erről a témáról, és nem arról van szó, hogy az a két ember adott esetben mit csinál a hálószobában, nem erről kell beszélni a gyerekeknek, hanem hogy mit jelent a szerelem, és hogy annak milyen sok formája van. Ha már van propaganda, akkor hetero propaganda van, mert én sétálok az utcán, hetero embereket látok, vagy heterónak kinéző embereket látok kézen fogva, néha meg is csókolják egymást, megnézek egy filmet, ott nagy arányban heterókat fogok látni. Szóval, hogy engem világéletemben hetero propagandával bombáztak, és LMBTQ propagandát nem igazán láttam sehol. Az, hogy beszélünk arról, hogy léteznek nem hetero emberek, meg léteznek nem cisznemű emberek, az nem propaganda, ez kb. Olyan, mintha arról beszélünk, hogy igen, léteznek mongúzok, pont. Én Szerzer Andrétől is hallottam, orvosgenetikustól, hogy de ez kicsit magyarázatjuk a bizonyítványunkat, hogy ha már melegek vagyunk, akkor nekünk kompenzálnunk kell, és akkor jót kell tennünk a családokért, vagy a nem tudom miért. Önmagában emberként létezhetünk szerintem, és nem kell nekünk azért elvárás, tehát ezek kemény elvárások, hogy most nekünk mit kell csinálnunk, hogy bocs, hogy meleg vagyok, de cserébe tudok valamit nyújtani a társadalom, vagy a családok részére, és ezért lehetek babysitter például. Nem tudom, hogy cáfoljam a kommentet, mert igazából én nagyon várom, hogy meleg nagybácsi legyek, meg azt is, hogy egyébként én magam szülő legyek, szóval hogy szerintem attól még, mert nekem nem lehet, sok másik embernek ugyanúgy nem lehet gyereke, nem tud saját gyermeket szülni, ezért örökbefogad, én is azt gondolom, hogy szerintem ez nekem is kell, hogy opció lehessen, hogy örökbefogadhassak, mert nagyon szeretnék. Ne úgy nézzük már, hogy te buzi vagy, akkor neked valami nincs nyitva, meg hogy akkor neked ehelyett kötelező valami más csinálni, hanem hogy emberek vagyunk, és különböző elképzeléseink vannak, meg vágyaink az életünkkel kapcsolatban. Én például nagyon szeretek utazni, remélem nem jön megint egy Covid lezárás. Viszont gyerkőcöt nem óhajtok sehova az életembe. Szerintem ez nem ilyen egyszerű, hogy mindent egyszerűen copy-pastelünk a szüleinktől. Abból indulunk ki, hogy aki buzi vagy leszbikus, az aberrált, oké, értem így azt hiszem az alapfeltételezést. Hát nem tudom, engem két hetero ember nevelt nálunk, az apa férfi volt, az anya meg nő, meg még mindig azok, aztán mégse lettem hetero. Aki aberráltaknak tartja az LMBT embereket, azok nem veszik észre, hogy a saját rokonaik, barátaik, ismerőseik körében is vannak érintettek, és nem tudja, kikről beszél. Tehát szerintem ott neki az lenne hasznos, hogyha megismerné a környezetében lévő embereket. Tehát nyilván ez az kell, hogy ne így beszéljen az LMBT emberekről, és akkor elmerjék neki mondani. Isten, ez a film. Legkárosabb, nem tudom, egyik ilyen média tartalom így az LMBT-kő emberekről, az átnevelő terápiák, vagy nem tudom, egyszerűen tényleg csak az ilyen vallási megtérítések. Olyan traumákat okoznak, amivel aztán nagyon sok évig kell az adott embernek dolgoznia. Ő nem heteróból melegbe coming out-o, hanem melegből heteróba, és ez benne a vicc. Most, hogyha valaki ezt nem viccnek látja, tehát ez nem egy dokumentumfilm. Lehet úgy olvasni, hogy nagyon káros, lehet úgy olvasni, hogy ebben hatalmas igazságok vannak, hogy ez így működik, de lehetne esetleg a viccet is látni benne. A szexuális irányultság az lehet fluid, viszont ez egy tök fontos dolog, hogy az belülről kell, hogy jöjjön, nem attól, hogy a pszichológus ott ül velünk szembe és elmondja, hogy édes lányom, a férfiak csodálatos lények, menjél már egyhez, aztán legyél vele, nem tudom, párkapcsolatban.
alapvetően az a bajom homoszexuális kifejezéssel, hogy így, hogy nekem elidegeníti ezt az egészet, és azt érzem ebbe a kommentbe is, hogy így próbálja ezt az, hogy mi emberek vagyunk, akiknek vágyaik vannak, és hogy küzdelmeink vannak, mert vannak jogok, amik ránk nem vonatkoznak, hogy ezt így próbálja kivenni ebből az egész képletből, hogy ez egy emberi jogi mozgalom. Én használom magam azt a szót, hogy homoszexuális, egész egyszerűen azért, mert hogyha szétszedjük a szexuális és a romantikus orientációt, akkor nekem mondjuk olyasmiket kell mondanom, hogy homoszexuális, biromantikus. És akkor valóban én használom ezt a szót, és akkor tényleg nem a meleget használom. Homoszexuális, benne van a szex szó, és akkor már rögtön arra gondolok, hogy mit csinál két nő vagy két férfi az ágyban, és hogy ez fúj, most ez undorító vagy nem undorító, rögtön itt tényleg bíráskodnak, nem tudom. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, egy felnőtt ember mennyit szexel egy héten? A többi 160-168 órában mit csinál, amikor éppen nem szexel? Ugyanazt, mint bárki más. Tehát ez nem a szexualitásról függ. Mégis a homoszexuális jelzőnél rögtön arra gondolnak, hogy akkor az ágyban most ő mit csinál? Magánügy. Vajon hogy szexelnek a vegánok, meg milyen gumit használnak? Még kibertőd a csizmáját a képbe. Zsolt most nem lehet, hogy a csizmadalban. Ez a mostani családkonstrukció az kb. 150-200 éve létezik. Korábban a férfiak elmentek harcolni, a földeken dolgoztak egész nap, 12 órában, és a nők nevelték a gyerekeket. Kommunában a nagyszülők, a nagynénik, a nem tudom, tehát hogy és csoportosan, vagy tehát teljesen más konstrukciók voltak, mint amilyen most gondolkodunk. Tehát ez egy elég friss családkép, hogy most akkor egy apa, egy anya és a gyerekek, és elég magányos konstrukció is, mert hogyha mind a ketten két szülő dolgozik, akkor nincs, aki vigyázzon a gyerek. Tehát nem a legjobb konstrukció, amit a történelme eddig kialakítottunk. Úgyhogy innentől kezdve csak magyarázzuk a bizonyítványunkat, hogy most ez miért rossz, vagy miért nem természetes, vagy miért természetes. Nem lehet mindenkit belepasszolni ugyanabba a formába, ahol van egy férfi, meg egy nő, és akkor X számú gyerek, hanem egyszerűen tényleg ennél sokkal bonyolultabb és sokszínűbb a világunk, és aki meg ezt nem látja, szerintem az egy picit jobban oda kell figyelnie, mert hogy egyszerűen nem csak az LMBTQ emberek szegik meg ezeket a normákat, hanem egyszerűen erre rengeteg példa van a társadalomban. Bárcsak támogatnának minket. Bizony, bárcsak. Pályázati úton is támogathatnának, vagy akár kommunikációs értelemben, hogyha a kormányszövő néha mondaná egy-két pozitív, megerősítő állítást, mutatnának esetleg kamerában, híradókban olyan családokat, vagy olyan közösségeket, ahová fordulhatnak az LMBTQ elveszett fiatalok, vagy felnőttek. Érdemes felmenni a különböző LMBTQ kapcsolódású szervezetek honlapján, és megnézni azokat a nyilvánosan elérhető papírokat, amik arról számolnak be, hogy mit kapunk, honnan, és ezt mire költjük, úgyhogy bátran. Heterok rendszeresen vonulnak fel az utcán, mint nap, hol munkába mennek, hol színházba, állandóan mutogatják a szexualitásukat, akkor melegek miért ne tehetnék? Az emberek nem látják sokszor azt, hogy ez még mindig egy jogi küzdelem, azért, hogy tényleg ugyanazokat a lehetőséget megkapják az LMBTQ emberek. Én azt gondolom, hogy nincs nagyon olyan tüntetés, ami nem látványt, vagy így nyilvánosságot próbálna szerezni, és az, hogyha ezt meg nem tudom, valakik zenére táncolva és boldogan teszik meg, akkor hát én elnézést kérek. Kb. 365 vagy 366 nap az hetero felvonulás. És tök jó, hogyha nem hetero embereknek is van egy olyan napja, amikor kivehetnek és megmutathatják, hogy hello, mi itt vagyunk és létezünk. És szerintem az túlélhető, hogy amiatt lezárják a rakpartot, vagy éppen nem tudom, ahol vonulgatunk. Az szerintem egy ilyen szuper dolog, hogyha látjuk, hogy van közösségünk, és nem azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk a világon a hülyeségeinkkel, és hogy senki nem olyan, mint mi. Én sajnálom, beleképzeltem magam a gyereke helyébe, ezt a rengeteg elvárást mind teljesíteni. Mi van, hogyha szegény meddő? Nagyon-nagyon fájdalmas így azt látni, hogy bizonyos illetők úgy gondolják, hogy a gyerekeiken keresztül ők majd így kiélik magukat, meg meghatározzák a gyerekeik útját bármilyen tekintetben egyébként. Leírta, vagy elhangzik a kommentben, hogy amikor titokban csinálja, akkor csináljon, amit akar, szexeljen, akivel akar, de hogy egyszerűen nem csak erről van szó, nem bujkálva akarom szeretni a páromat, és nem, egyszerűen nem csak az van a fejemben, hogy egyszerűen amikor lehet, akkor leteperjem, hanem szeretnék elmenni moziba, szeretnék elmenni étterembe, vacsorázni, sétálni a parkba,
és egyszerűen ezt úgy szeretném tenni, hogy ezt megosztottam a barátaimmal, a családommal. Pár hete már hivatalosan is több mint 8 milliárdan vagyunk, úgyhogy nem biztos, hogy kell még ide rengeteg babuci. Egyelőre egy bolygónk van, még nem sikerült egy másikat se terraformálnunk. Szeretjük azt hinni, hogy van két darab nem, hím meg nő, ez már az emberekre vonatkozóan sem igaz. És akkor innentől kezdve szerintem nincs miről beszélni, és ez még csak a biológiai valóság. Az, hogy nekem mi van a fejemben saját magamról, az az én konstrukcióm. És akkor tegyük hozzá, hogy vannak interszexuális emberek, akik eleve úgy születnek, hogy nem egyértelműen csak férfiak vagy csak nők. Náluk meg megint sértő ez, hogyha most őket be akarjuk szuszakolni az egyik vagy a másik kategóriába. Szerintem az érdekes ebbe a kommentbe, hogy a korokhoz is társítunk bizonyos dolgokat, hogy amikor az ember 70 éves, akkor már ezeket csinálja, ezeket nem. Amikor 20 éves, akkor még ezeket csinálja, de azt még nem kezdi el csinálni, mint egy 70 éves. És egyszerűen ugyanezt történik, amikor azt mondjuk, hogy valaki férfi, valaki nő, és aztán nem tudom ennek más dimenzióit, hogy ő ezt csinálhatja, ő meg ezt csinálhatja. Ránézek valakire, akkor tudnom kell. Rassz, nem, kor. És hogyha ezt nem tudom megállapítani, akkor így eltűnik a lábam alatt talaj, és teljesen kikészülök, és hogyha mondjuk látok egy illetőt, akit hát úgy mondjuk 30 meg 50 között bármi lehet, már az is gázna, de ha azt nem tudjuk megmondani, hogy férfi vagy nő az Isten ott, tehát akkor meg nem tudom, katasztrófa. És én mondjuk személy szerint együtt tudok azzal élni, hogy valakiről ezeket nem tudom megállapítani, és tök jó lenne, hogyha mások is tudnának így működni, mint én. Próbálunk konzultációt kialakítani, például a Szimpózion Egyesületben is, hogy elmegyünk különböző közösségekbe beszélgetni a témáról, hogy értsék jobban, hogy mi is az a LMBTQIAP, és az nem propaganda, hanem hogy egyszerűen ismerjük meg egymást. Igen, és remélem, hogy vannak emberek, akiket nem meg akarok győzni, hanem egész egyszerűen meg akarom nekik mutatni, hogy én így élek, én így vagyok boldog, én így vagyok teljes, és hogy ez egy tök oké dolog. Igen, és vannak olyan emberek, akik támogatók lennének, hogyha ismernének minket, és szerintem fontos őket elérni. Nem tartok senkit elveszett embernek. Én abban hiszek, hogyha információt adunk neki, hogyha megismer, kinyitja a szemét, a környezetében észreveszi a eltérő szexualitású embereket, vagy a transz embereket, akkor rá fog jönni, hogy ugyanolyan szerethetőek, mint bárki más. Hát ez egy olyan csodálatos komment, és tökéletesen egyet tudok vele érteni, mert hogy az ember értékét nem a szexuális irányultsága, meg a nemi identitása határozza meg a cipő méretese, hanem tök más dolgok. Úgyhogy ja, köszönjük szépen! Nekem hozzá teszem be, hogy muszáj méricskélnünk egymást egymáshoz. Kinek ki mennyit tud, mennyire okos, mennyire szép, mennyire értékes, nem értékes. Hát akkor meg kéne definiálnunk kéne, hogy mitől értékes egy ember. Tudom, hogy nem a pozitív kommentbe kéne belekötni, de hogy miért pont 5 és azért hasonlítom számokat. Öthöz. De ja, szerintem tényleg erről van szó, hogy igazából, amit ti is mondtatok, hogy nem kell egymáshoz méricskélni, és valahol meg tényleg nem ezt határozza meg, szóval ezt próbálja így a komment megfogalmazni, hogy nem ezt határozza meg az értéket.